A magyar irodalomban, úgy gondolom, hogy más irodalmakban is van egy néhány könyv, ami ugye az irodalmi közélet peremén bukkant föl. Egyáltalán nem tiltott, sokan tudnak róla tulajdonképpen, de még sincs benne ugye a legnagyobb folyamban, ugye ezt divatos manapság kánonnak hívni. Tehát ez nem az irodalmi kánonban van, de mégis mindenki elismer, hogy ez egy jó könyv, akár fontos könyv. Ugye ez Kardos G. György műve. Egy ilyen szerény kis kötet, ez 1968-ban jelent meg, ez az első kiadás, azóta már számos kiadást megért. Egy szót kell szólni a szerző nevéről, ugye Kardos György volt, viszont a Magvető kiadó igazgatója szintén Kardos György volt, és hát ő volt a nagyobb kutya, úgyhogy Kardos Györgynek, az írónak fel kell tenni egy kébetű, tehát így lett ő Kardos G. György. A Magvető kiadó igazgatójának a javára azért mondjuk el, hogy sok fontos és jó művet adott ki, tehát voltak nála sokkal rosszabb funkcionáriusok is. Na most ez a mű, ez egy kis regény és regény határán mozog. Elég különös címe van, hogy Abraham Bogatír 7 napja. Ez tökéletesen fedi is azt, hogy miről fog a mű szólni. De ugye magyar azt olvasom, hogy Abraham Bogatír, egy elég különös név. Egy idő után ez ki fog derülni, hogy ez egy zsidó név, és tulajdonképpen a lendő Izrael állam területén vagyunk, és Abraham Bogatír valamikor a II. Világháború előtt oda települt zsidó családok közé tartozik. Ott él a feleségével és a lányával, egy kicsit már beilleszkedett, és még az angol protektorátus idején járunk. Manapság az angolok viselkedése az úgy tűnhet fel, mint úri kisasszonyok teázása, de mégis ugye katonai ellenőrző pontokkal volt tele az ország, ugyanis nem is volt még ország, ugyanam a terület. Elég sok merényletet követtek el a zsidók, illetve egy komoly feszültségforrás volt az is, hogy az angolok nem nagyon örültek az áramló zsidó betelepülőknek a II. Világháború után. Ezt próbálták korlátozni, és a helyi zsidók pedig valahogy segíteni. Na most a történelem itt, mint egy jó regényben, így háttérként sokszor felvillan, de mondjuk nem ebből lehet megtanulni a kor történetét, de nagyon jó hangulatot teremt, tehát valahogy belelátunk ebben a nagyon különös világban. Na most végül is Abraham Bogatír egy látszólag jelentéktelen ember, hát idősödik, elég sok testi baja van, egy mintagazdaságot visz, és tulajdonképpen úgy kezdődik, mint ma egy tucatnyi akciófilm, az egész történet, hogy egyszer csak megjelenik éjszaka nála egy fiatal ember egy pisztollyal, holt váratlan, és hát elalszik szerencsétlen. Erre Abraham eldugja a pisztolyt, és próbál emberként bánni ezzel a fiúval, és tulajdonképpen a nagy sikere a regénynek az, hogy ez megvalósul. Tehát tudja emberként kezelni, és végül a fiú valamennyire engedelmeskedik neki, és róla bizony kiderül, hogy egy körözött terrorista. Tehát tulajdonképpen Abraham Bogatír akár mint hős is szerepelhetne, de nem tekintjük hősnek, hanem egyszerűen egy embernek, aki megpróbál embermódra létezni ebben a nagyon furcsa, nagyon különös világban. Ugye Abraham Bogatír természetesen jóban van az arab szomszédaival, látja, hogy a zsidó szomszédok közül ki az ostoba, ki a rendes, ki a hülye, és így tovább. És tulajdonképpen egy krimi is fut a háttérben, hiszen ugye Abraham Bogatír bármikor lebukkat, mint aki rejteget egy terroristát, de közben ugye belelátunk a gondolataiba, vágyaiba, nézeteibe, és egy rendkívül humánus embert ismerünk meg. Tulajdonképpen ez a regény egy gyöngyszem, tehát folytatásokat is írt hozzá Kardos G. György, azok se rosszak, de ez messze kiemelkedik. Ugye nem egészen egy könyves szerző, de semmiképpen nem mindig bele a hatalmas életműveket hagyó magyar írók sorába.
de gondolom mindenképp érdemes elolvasni, és szerintem egy felemelő élmény. Köszönöm szépen!